Nyáron is szükség van véradókra, hívta fel a figyelmet tegnap a Véradók Világnapja alkalmából az Országos Vérellátó Szolgálat, olvasható az MTI-n. Országosan legalább 40-60 helyen várják folyamatosan a jelentkezőket, mivel egész évben szükség van a vérellátásra, olvasható a hírben. Az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese mutatott rá arra, hogy a korábbi években jellemzően nyáron inkább a balesetek miatt igényelték a kórházak vért, és kevesebb készítmény kellett a rutinellátásokhoz, de ez a különbség idén nem figyelhető meg. Mint kiderült, nem csak a balesetekkor van szükség nagy mennyiségű vére, hanem más fontos a megbetegedéseknél, műtéteknél is. Az Országos Vérellátó Szolgálatnál olvasható, hogy a hazai egészségügyi intézmények ellátása éves szinten nagyságrendileg 390 ezer véradással biztosítható, így a folyamatos biztonságos ellátáshoz napi 1600-1800 véradóra van szükség. Városunkban a kecskeméti területi vérellátónál lehet vért adni, mielőtt azonban bárki elmenne, érdemes tájékozódni, hogyan és kik adhatnak vért. Részletes tájékoztatást az ovs.hu oldalon találhatnak.